Adóemeléseket tervez Karácsony Gergely, azokat büntetni, akik dolgozni szeretnének. Ezt olvasta ki a főpolgármester miniszterelnök jelölti programjából Tálai András, a pénzügyminisztérium államtitkára. Szerinte pontosan lehet látni, hogy milyen következményei lennének a Karácsony Gergely féle adóemeléseknek, hiszen ugyanezt csinálta Gyurcsány Ferenc, amikor kormányon volt. A főpolgármester szerint nem a megszorításokról, hanem valójában az igazságosságról szól a programja. Legmagasabb egy főre jutó átlagos adóterhelés, legalacsonyabb foglalkoztatási ráta. 2009-ben ez volt Magyarország uniós mérlege. Míg akkor egy munkavállalónak a bruttó bérköltség 53%-át kellett befizetni az államkasszába, 2010 után jelentősen csökkentek a közterhek. A személyi jövedelemadó két kulcsosról egy kulcsosra és 15%-osra mérséklődött. Ezt az adónemet januártól a 25 év alatti fiataloknak el is engedi a kormány. Közben a béreket terhelő hozzájárulások mellett az elmúlt 10 évben egyszerűsödött a vállalkozásokra vonatkozó adórendszer is, és Magyarországon az uniós országok között egyedüliként 9%-os a társasági adó. Szakértők szerint főként ennek köszönhető, hogy számos külföldi nagyberuházó hazánkban telepedik le, magyar munkavállalók tízezreinek biztosítva megélhetést. 130 ország egységesen 15%-ban rögzíteni a társasági adót. Karácsony Gergely ezzel szemben erre hivatkozva emelni majdnem a duplájára az adónemet. Legalábbis ez szerepel a miniszterelnöki babírokra pályázó főpolgármester gazdasági programjában, ami az adóemelések mellett több új adónem bevezetését is tartalmazza. Van még két adó nem, amit azt gondolom, hogy be kell vezetnünk. Egyes nyereséges vállalkozások gazdálkodásában például megjelenne a szolidaritási adó és az úgynevezett globális minimumadó is, de a cégeknek zöld adót és zöld illetéket is kellene fizetniük nem gondolom, hogy ebben bármilyen kivetnivalót lehet találni. Új adónemek bevezetését Karácsony Gergely még zuglói polgármesterként kezdte. 2015-ben kampányígéreteivel ellentétben adó visszatérítés helyett telekadó kivetéséről döntött, és idegenforgalmi adó címen is többet fizethettek a zuglóiak. Az pedig, hogy a telekadó zugló bevezette, azt szerintem egy helyes lépés. Én vagyok Gyurcsány, tehát ezt nyilván tudják. Most miniszterelnök jelöltként Magyarország személyi jövedelemadó rendszerét is újra gondolná. Pontosabban a program szerint visszatérne a korábban a szocialisták által alkalmazott több kulcsos rendszer. Ez alapján a többet keresők többet is adóznának, ám a munkanélkülieket egy úgynevezett állami foglalkoztatási társaság tartaná alapbéren. Szóval ha mi jövünk, akkor adóterror lesz. Szeretném mondani, hogy adóterror most van. Karácsony Gergely a programot az interneten igazságos gazdaságpolitika néven népszerűsíti, és azt írja, az ötletgazdák a nagy pénzügyi hitelezők. Ennek az új gazdaságpolitikának ismert és elismert szakértők által kidolgozott elvei vannak. Az IMF, a Világbank, a Világgazdasági Fórum új szellemű, az igazságosság elveit szem előtt tartó javaslatokkal bombázza a döntéshozókat, fogalmaz a főpolgármester. Adóemeléssel büntetnek Karácsony Gergely, így reagált a tervre a pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára. Tála Jandrás szerint, bár Karácsony Gergely azzal érvel, hogy a gazdagokat adóztatná meg, ez egészen más következményekkel járna. A munkavállalók egy jó része például a 2010 előtti időszakhoz visszatérve újra trükközésben és feketézésben keresne kibújást a magasabb adókalól. Tállai András az origónak hangsúlyozta, idézzük, egy ilyen változtatás következményeiről azért mondhatunk biztosat, mert pontosan ilyen volt a gyurcsány időszak adórendszere is. Ez is mutatja, hogy ez a program nem karácsonyi, ez maga a gyurcsány program. Nem kell félni nem fog fájni. Gyurcsány Ferenc 2006-ban vezetett be hasonló csomagot, megválasztása után szinte azonnal. Az akkor még MSP s miniszterelnök a közüzemi díjak és az ÁFA növelésével egy időben, egy lépésben 4 kal emelte meg a személyi jövedelemadó felső kulcsát. A legkevesebbet adózók is a mostaninál magasabb 18 os sávba estek, miközben az egészségügyi hozzájárulás 4-ről 7 ra növelte. Bár Gyurcsány Ferenc a csomagot akkor gazdasági fordulatként és reformként emlegette, a megszorítások bevezetésének hónapját a szakértők és a média jó része is fekete szeptembernek nevezte.